Tóth András Kevin Budapestről érkezett az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kar nyílt napjára Székesfehérvárra. Elsősorban arra kíváncsi, hogy milyen a közösség, hogy néz ki az egyetem épülete, és pontosan milyen szakokra lehet jelentkezni. Habár arról, hogy milyen irányba szeretne tovább tanulni, elég határozott elképzelése van. Az országban csak itt és Sopronban van földmérő és földrendező szak, szóval az iránt érdeklődöm, és szeretném meg lehet megnézni, hogy milyenek a tanárok, milyen lehetőségei vannak, milyenek a gépek, milyen órákon vehetek majd részt. Az Óbudai Egyetemen az előbbi mellett elérhető még a villamos mérnök, a mérnök informatikus, a műszaki menedzser alapképzés, a geoinformatikai, a sportközgazdász, a mehatronikai mérnök és a mérnök informatikus mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzések tekintetében is széles a paletta. Itt különböző szakmérnök és szakközgazdász képzés várja a hallgatókat. Ha valaki gazdasági irányban képzeli el a továbbtanulást, az egyetem Keleti Károly gazdasági karának gazdálkodás és menedzsment szakára jelentkezhet. Arról kell meggyőzni lendő hallgatóinkat, hogy hiteles az az elmúlt több mint 50 év, ami óta a Geoinformatika Intézet teszi a dolgát, igen kiválóan. Műszerállományunk, oktatói állományunk, ha szabad így mondanom, annyira naprakész, amennyire csak lehet, tehát teljesen piacképes, teljesen up-to-date kínálattal állunk hallgatóink előtt. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere nyitó beszédében a város és a diákság szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek nevezte az egyetem képzési választékát, kiemelve a duális képzésben rejlő lehetőségeket, mely során a hallgatók az elméleti tudás mellett szakmai gyakorlatot is szerezhetnek. Az elmúlt években egy folyamatos hallgatói létszámnövekedést tudtunk elérni, mind a nappali, mind a duális, mind a levelezős szakok és képzések tekintetében. Bízom benne, hogy ez a tendencia így lesz, vagyis folytatódik a következő tanévben is. A nyílt napon a duális képzésben résztvevő cégekkel is megismerkedhettek a diákok. A duális képzés során a hallgatók első kézből nyerhetnek bepillantást a munkavilágába azáltal, hogy tanulmányaik mellett a gyakorlati tevékenységet végeznek egy-egy székesfehérvári vállalatnál. Erről azt kell tudniuk, hogy egyszerre tanulnak az iskolában, az egyetemen nappali tagozatos hallgatóként, és egyszerre vannak a vállalatnál jelen, mint kezdő munkavállalók, egy hosszabb próbaidőt kapnak, 3,5 évig szerződünk velük, a teljes tanulmányi idejük alatt finanszírozzuk az itt létüket. Gyakorlatilag beleszoktatjuk szépen finoman őket a munkavilágába, úgyhogy érettségi után akár rögtön jöhetnek is hozzánk, van, aki technikum után teszi ezt meg, van, aki pedig gimnáziumból érettségi. Az egyetem képzési kínálatának bemutatása után körbe lehetett járni az egyetem épületeit és a laborokat, a nyílt nap pedig online mesterképzési tájékoztatóval zárult.